Szervusztok! Sorra vesszük a szerelmeimet a múltból. A következő talán az egyik legfájdalmasabb emlék, Etelka. Csapó Etelka. Vahot Sándor sógornéje volt, és éppen csak 15 éves. Fülig szerelmes lettem belé, és szinte már a mennyországnak álltam küszöbén, amikor elragadta őt a halál. Soha be nem teljesült szerelmünknek egy teljes versciklust áldoztam, Ciprus Lombok Etelka sírjáról. Szépségem halála után odaköltöztem Sándorékhoz, és Etelka szobájából írtam meg a verseket. Sokat jártam ki a temetőbe hozzá, és akkor értettem meg élet és halál valódi természetét.